külső eszközöknek a rögzítése az mindig is egy problémás terület volt számomra, és most végre egyszerű lesz, mint valaha. Nem mást szereztem, mint egy Elgátóval. Az Elgátónkat elvinni, mi most úgyse használod. De nektek van egy Elgátótok? Mi kellett volna kölcsön? Akkor nem veszem meg ezt a szart! Így legalább majd könnyen fel tudom venni a játékteszteket a World of Tanks-ról, ha már nem hagytok békén miatta. És pont ebből az okból baromi jó, hogy a World of Tanks támogatja a mai videót. Hogy meg tudjam mutatni, hogy amellett, hogy kegyetlenül jól néz ki, ez az 1.0 már tényleg nagyon jó játék. És hogy van, vagy nem tudom, 1000 tank a játékban, amivel oszthatjuk az áldást? No de, ha regisztráltok ingyen a leírásban lévő linken keresztül a tanktesztik meghívókóddal ingyen, akkor kaphatok 7 napi prémiumot, 500 aranyat és egy kicseszett T-127-es orosz tankot, mindezt ingyen. Szóval kattantsatok a linkre, és kezdjük el játszani. Úgy, ahogy én most elkezdem ezt a videót. Nos, viccet félretéve, mindenképpen kellett egy ilyen gönc már nekem. Hogy olcsó volt-e, nem, rohadtul nem akartam kiadni 60.000 forint az egy HDMI átalakítóra, de se baj, megtörtént. A ketyere egyébként egyáltalán nem bonyolult, tehát nem kell hozzá neurofizikai meg antropológiai mesterképzés, hogy kezeljük. Amit tudunk, az az, hogy át lehet rajta vezetni egy HDMI jelet, amit ő egy USB-n keresztül le tud adni, így az adott kép és hanganyag rögzíthető. Ennyi. Na de, nézzük is, hogy mi ez a termék. Szóval marad nekünk itt egy ilyen dobozunk, ami... Oké, látom a csomagoláson nem apróztak, ennek örülök. Kapunk mellé egy USB-C kábelt, viszonylag hosszúnak tűnik, illetve egy darab HDMI kábelt, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerethető. Most nézzük, egy Elgátó matrica. De jó. A setup is borzasztóan egyszerű. USB abba a gépbe, amivel fel akartok venni, az USB-C vége a kábelnek bele a ketyerébe, HDMI kábel a forrásból az in-gödörbe, hogyha képet utána ki akarjuk vezetni, akkor az outból a TV-be vagy monitorba, és ennyi. Ezek után a rögzítő gépen letöltjük az Elgátónak a szoftverét az internetről, és abrakadabra készen vagyunk. Időben demonstráljuk, hogy hogyan fog működni a dolog. Ugye itt van nekünk az erősebb gépünk, amivel fel fogjuk venni a gyengébb gépünknek a képernyőjét, illetve azt a képet, amit ő ki fog bocsátani a HDMI-n keresztül. Hogyan történik ez? Mint ahogy az előbb megbeszéltük. Az első lépés nyilvánvalóan itt az lesz, hogy megnyitjuk a Game Capture szoftvert, amit ugye a weboldalról letöltöttünk. Így. Csatlakoztatjuk a HD60S-ünket. Ő ott mondja, hogy nincs jel a HDMI-n keresztül, de észrevette, hogy ez milyen eszköz, tehát eddig minden tök szuper. HDMI kábelt először bedugjuk a gépbe, amit fel szeretnénk venni, majd a másik végét belevezetjük ebbe a kis kockába, mintha ez lenne a monitor. Most ő benne van a kép, és ennél fogva ott van a kép. Abrakadabra! Tényleg fogok itt egy ikont, és mozgatom, akkor ott is mozog, és hogyha én most megnyitok itt egy böngészőt, vagy megnyitom így a izét, nagyon kicsi latency-vel történik az a dolog, mint amit akartam. Mert a böngészőt, akkor itt is megnyílik, és ott is megnyílik. És ha kirakom teljes képernyőre, akkor mind a két helyen teljes képernyős lesz a böngésző. Egy nagyon jó kutya a háttérben egyébként. Nyilván ezen a módon lehet használni ezt a terméket egy másik számítógép rögzítésére, amire én legtöbbször fogom valószínűleg használni. Lehetne ő neki a helyén egy konzol, lehetne ő neki a helyén egy telefon, ami képes kivezetni magából a HDMI jelet egy tévére. Lehetne ennek a helyén egy kamera, mint például egy olyan, amivel most veszem ezt a videót. És ennél fogva be tudom vezetni a kamerának a képét direkt a gépbe, anélkül, hogy fel kéne vennem egy SD kártyára. Ezek lesznek a fontos felvételi metódusok, ezek lesznek azok a fontos funkciók, amiért ezt az eszközt beszereztük. Ennyi. Demonstráció vége, nem tudom, mire számítottatok. Szóval jó a cucc, jó a cucc. Nem elég, hogy mostantól 1080p, 60fps-ben tudok majd felvételeket csinálni mindenféle külső eszközről, de most már a kamerámat is tudom majd használni live közben, amiben mondjuk csinálnom kell egy Windows Vista partíciót a gépen, mert az OBS-ben nem használta az Elgátó beviteli eszközként macOS rendszer alatt, mert az úgy nem sikerült megoldani, mindegy. Minden esetre ez van, ez a helyzet, az életem megint egy kicsit könnyebb lett a pénztárcámmal együtt. Szóval, legyetek jók és sziasztok! You have a new message.
Metronome. Remix.